Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit rendkívüli testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 fővel határozatképes. A meghívó kiküldésre került. A napirendi pontokhoz módosító javaslatot szeretnék tenni. Egyebekben kérem fölvenni előterjesztés top kódszámú komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvárban című pályázat közbeszerzési eljárásának eredményéről. Aztán szintén egyebek kettőként előterjesztés top komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban megnevezésű pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozói szerződések módosításáról. Aztán egyebek harmadik napirendi pontjaként előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóról. Egyebek négyes napirendjeként előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadása népkonyha szolgáltatás megvalósítása céljából. Egyebek ötös előterjesztés az illegális hulladéklerakók felszámolása Tiszavasváriban című pályázat vállalkozási szerződéseiről. Egyebek hatos előterjesztés a Zöld Városközpont kialakítása Tiszavasváriban című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról. Ez az anyag a testületi ülés előtt került kiosztásra, és zárt ülésen szintén egyebekbe szeretném fölvenni előterjesztés önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról című napirendi pontot, valamint a napirendi pontok sorrendjére is szeretnék módosító javaslatot tenni. Szeretném javasolni, hogy vegyük előre a 10. és 11. napirendi pontokat a költségvetés előtt szükséges megtárgyalni és szükséges döntést hozni és elfogadni ezeket a fent említett 10-es és 11-es napirendi pontokat. Más módosításra nincs javaslatom. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy van-e hozzászólás vagy más módosító javaslat. Ha nincs, akkor az általam elmondottakkal kérem elfogadni a napirendi pontok sorrendjét. Megállapítom, hogy 9-1 hangigen szavazattal a napirendi pontok sorrendje elfogadásra került. Napirend előtt szeretném elmondani a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót e-mailben. Küldjük meg a szokásos módon és a honlapon is megtekinthető lesz, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntés ismertetése szintén e-mailben kerül majd megküldésre. Nem. És akkor az előrehozott napirend, vagyis a módosított napirend szerint a 10-es napirendi ponttal kezdenénk, ami előterjesztés a KEHOP 1.2.1 azonosítószámú pályázat megvalósítására, az a klímastratégiánkról szól majd. Témafelelőst szeretném kérdezni, hogy van-e hozzászólás. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Egy pár mondatban szeretném ismerteni az előterjesztés, illetve a pályázat tartalmát. Ugye az éghajlatváltozás napjainkban, illetve jelenleg mindenhol jelentős problémát okoz. Elsősorban eddig a megyei székhelyeken készültek el klímastratégiák, azonban ennek a pályázatnak köszönhetően a egyes települések, illetve települési önkormányzatok is lehetőséget kapnak arra, hogy állami támogatásból készítsék el a hasonló stratégiájukat. Mi ezt a pályázatot még 2018 májusában adtuk be, 20 millió forintra lehetett pályázni, ezt igyekeztük legmaximálisabban kihasználni. A magából ebből a megnyert támogatásból maga a dokumentum, azaz a klímastratégia mintegy 2 millió forinttal szerepel, és az összes többi összegből különféle települési akciókat, játékos foglalkozásokat, elsőbb a gyerekek számára, előadásokat, fórumokat, versenyeket, kirándulásokat, médiakampányokat tudunk megvalósítani, illetve szakkörök szervezése is sor kerül, valamint több ismert és célzó kiadványt is meg tudunk majd jelentetni. Egyrészt a már meglévő, minden évben megrendezésre kerülő hagyományos programokon is szeretne ez a projekt jelen lenni, illetve több olyan program, illetve foglalkozás, előadás lesz, ami kifejezetten erre a pályázatra épülne. Elsősorban a fiatal és gyermek korosztály, de igazából minden korosztályt megcéloztunk, amint a felsorolt programokból is látható, illetve igyekszünk majd együttműködni a járás, a környező településekkel, illetve más olyan településekkel is, akik megvalósítanak hasonló programot. Reméljük, hogy a program sikeres lesz, és elsősorban a jövő év folyamán lennének ezek a rendezvények, illetve a programok megtartva. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást.
pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta, kérdezni a bizottságnak. Igen, a pénzügyi és ügyrendi bizottság 3-1 szavazattal javasolja a testületnek a határozat tervezetek fogadását. Köszönöm szépen. Képviselőtestületet szeretném kérdezni, hogy kérdés van-e a előterjesztéssel kapcsolatban. Vélemény? Ha nincs, akkor csak egy néhány gondolattal szeretnék még hozzászólni, hogy mint ahogy napjainkban is tapasztaljuk, hogy a klímaváltozás kapcsán egyre többen emelik fel a hangjukat, és egyre többen szólnak azért, hogy lépéseket kell tenni mindenhol, minden területen. Én azt gondolom, hogy ez a pályázati lehetőség is nagyszerű és nagyon alkalmas arra, hogy itt a fiatalokat, a helyi tiszavasvári lakosokat megszólítsuk és felhívjuk a figyelmüket a környezetünk védelmére. Kiegészítésképpen még annyit, hogy ez is egy idézőjelben egy mentett pályázat, mert az utóbbi idők munkájának az eredménye az, hogy sikerült nyertes pályázatát tennünk és idehoznunk Tiszavasváriba. Úgyhogy várjuk majd a programokat, és mindenkit kérünk majd, hogy azokon vegyen is részt és működjön közel, amennyire a lehetősége majd ezt engedi. Van esetleg még más vélemény vagy hozzászólás? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a határozott tervezet elfogadását. Köszönöm, 9-1-3 szavazattal a képviselőtestület elfogadta. Egy technikai jellegű hozzászólásom lenne, nem rendkívüli, hanem rendes testületülésen veszünk részt. Talán a bevezetőmben rosszul mondtam, úgyhogy rendes testületülésünkön vagyunk. Következő előrehozott napirendi pontunk a 11-es előterjesztés, a terület és településfejlesztési jogrendi programra benyújtott nyertes pályázatokról. Témafelelős szintén Gál Attila. Köszönöm szépen, polgármester, egy pár mondattal szeretnék mondani a két nyertes projektről. Ugye a TOP programjaira még 2016-ban kezdtünk el benyújtani pályázatokat, több ezek közül meg is valósult, viszont többnek a elbírás szakasza rendkívüli módon elhúzódott. Az egyik ezek közül a zöldváros kialakítása pályázat, amit még először 2016 májusában nyújtottunk be, majd az elsőkörös elbírálás során nem kapott ez a pályázat támogatást, és 2017. szeptemberében az akkori keret, illetve a megyei források ismeretében egy csökkentett, közel 200 millióval visszavett költségvetéssel nyújtottuk be újra ezt a pályázatot. Ez most júniusban értesültünk nagy örömmel ennek a nyertességéről. Hát nyilván már több mint 3 éve eltelt az eredeti pályázat benyújtása óta, és emiatt számos olyan eleme van ennek a pályázatnak, ami azóta vagy megvalósult, vagy egyéb igények merültek fel. Gondolok itt például a Vágóhíd utcának a bevezető szakasza, az tavaly elkészült, ugyanakkor a piac melletti parkoló az továbbra is égetően szükséges. Szintén csökkentett támogatást kaptunk magának a piacnak a felújítására is, illetve vannak olyan programok, amik az eredeti pályázatban szerepeltek, azonban ebből a csökkentettből kimaradtak, míg például vannak ilyen dolgok, mint például a találkozások háza felújítása, ahol a benyújtás óta már más prioritások, illetve igények merültek fel. Hát nyilvánvalóan most a pályázat átdolgozása szükséges egyrészt az eltelt idő óta, másrészt eredetileg 24 hónapos megvalósításra terveztünk, ugyanakkor a országuniós pályázati kötelezettségei miatt ezt jövő év végéig ezt be kell fejeznünk, tehát egy feszítettebb tempóban, illetve hát nyilván azóta az építőanyag árak is rendkívüli módon megemelkedtek, úgyhogy valószínűleg ennek a támogatási szerződésnek még több módosítása lesz szükséges, hogy amikor a tervek, illetve a elkészülő akcióterületi terv megvalósul. Fontos még azt elmondanom, hogy amennyiben elkészülnek a pályázat, ezek az infrastruktúrális beruházások, akkor számos rendezvényt is tervezünk, amire szintén egy elég jelentős összeg áll lehetőségre, vagy rendelkezésre a pályázatban, viszont ennek is az időigénye az meglehetősen szűkös. A másik nyertes projekt az a komplex felzárkóztató programok a Külső Szent Mihály településén, ezt is még 2016-ban adtuk be. Ennek lett volna még egy másik infrastruktúrális elemeket tartalmazó projektje, amiből a helyi utcák felújítása, a játszótér kialakítása, a bérlakások felújítása, illetve a közösségi ház felújítása szerepelt a terveink között. Sajnos ez a pályázat nem nyert támogatást, és nem is valószínű, hogy a közeljövőben fog. Ugyanakkor
egy ötfős konzorcium nyújtott be egy ilyen közösségformáló komplex programot, amit több mint 140 millió forintot sikerült elnyernünk. Ebben hát elsősorban szociális munkások, közösségfejlesztő szakemberek foglalkoztatása fog megvalósulni. Bizonyos mértékű eszközbeszerzés is fog történni egyrészt maguknak a foglalkozásoknak, a táboroknak, a kirándulásoknak és a különféle kluboknak, tanácsadó rendezvényeknek a megvalósítására, másrészt maguknak a szociális szakembereknek a foglalkoztatását fogják majd ezek segíteni. Igazából ennyit szerettem volna elfoglalni. Ennek a programnak 2021 szeptemberében tervezzük a befejezését. Ez is eredetleg több mint 3 évre lett betervezve, azonban az eltelt idő miatt ezt is sajnos le kellett csökkentenünk, úgyhogy ezt is feszített tempójú lesz a megvalósítás, de reméljük, hogy eredménnyel fog járni ez a projektünk is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Pénzügyi és ügyvédi bizottság véleményezte. A pénzügyi bizottság mind a két helyzet után, amíg elnyomási szavazattal javasolja a testületnek elfogadást. Köszönöm. Képviselőtestület tagjaitól kérdés a két pályázattal kapcsolatban van-e vélemény? Ha nincs, akkor annyit szólnék. Igen. Nekem egy kicsit furcsa volt a megfogalmazásom, amit megkaptunk anyagot. Először nem bírtam felfogni, hogy mi az, hogy a szegregátumban tervezünk intézkedéseket, hogy én azt gondoltam, hogy ott helyileg, tehát hogy meg van nevezve, hogy kis erdő, Bandács-Keskeny utcák. Azt hittem, hogy ott van helyileg, de aztán Eszter felvilágosodást hozott számomra, meg az előterjesztő is, úgyhogy most már értem, és nagyon szimpatikusnak találom, és csak sok sikert tudok kívánni. Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy mindkét pályázat, ami szintén a mentett pályázatok közé tartozik, fontos Tiszavasvári számára. Végülis az első ugye a Zöldváros, még hogyha csökkentett tartalommal is, de egy közel 370 milliós beruházást, felújítást, fejlesztést jelent a városnak, ami a jövőre nézve azért költségvetési könnyebbséget is hoz majd nekünk. Folynak az egyeztetések, területbejárások, épületállagának a felmérése, pont azonokból kifolyólag, mint ahogy Gál Attila elmondta, hogy azóta sok minden változott az elmúlt 2-3 esztendőben, és ezen változások okán a műszaki tartalmat néhány vonatkozásban majd változtatni szükséges. Természetesen ragaszkodnék ahhoz az eredeti elképzeléshez, amit lefektetése is, ugye az előterjesztésben is tájékoztatásban szerepel, de mint ahogy elhangzott példaként a Vágóhíd utcának az eleje egy része már felújításra került, tehát ott, ami megvalósult, azt nem fogjuk még egyszer újra aszfaltoztatni, mert teljesen felesleges, hanem akkor gondolkodunk más területnek, más városrésznek a megújításában. Minden olyanról, ami változás lesz és történik, arról a megfelelő időben a képviselőtestületet és a közvéleményt is tájékoztatni fogjuk. A komplex felzárkóztató program esetében pedig szintén azt gondolom, hogy egy fontos projektről van szó, ugyan még jobb lett volna, hogyha az infrastruktúra fejlesztésre is nyerhetünk. Erre most kicsi esély van, de gondolati szinten azért fölmerült, hogy a két pályázat azért szorosan összefügg egymással, és ha jók az információk, annak idején azért került elutasításra az infrastruktúrális fejlesztést, mert hogy nem nyert a komplex felzárkóztató. Megforrult a fejünkben, hogy azért futunk még egy kört ebben a kérdésben, hiszen itt egy nyertes komplex felzárkóztató program, és hogyha ebbe az alapban, ahol az infrastruktúrális fejlesztésben lehet pályázni, még pénzt lehet nyerni, vagy feltölteni valahonnan, akkor azt az esélyt adjuk meg magunknak, hogy megnyerjük azt a még 160 milliót. Kicsi az esélyre, de a lehetőséget nem szabad elszalasztani, tehát dolgozni fogunk azon, hogy akár azt a pályázatot is visszaszerezzük. Most viszont a döntés az arról szól, hogy a képviselőtestület kifejezi a szándékát ennek a két pályázatnak a megvalósításában részt szeretne venni. Azt gondolom, ez nem kérdés. De még vélemény, ha fogalmazódott meg a képviselőben, akkor azt szívesen hallgatom.
Ha nincs, akkor feltenném szavazásra az első határozattervezetet, ami a Zöld Város Központ kialakítása projekttel kapcsolatban fogalmazódik meg. Ki az, aki ezt a határozattervezetet támogatja? 9-1 hangú igen szavazattal, és a második határozattervezetünk pedig a komplex felzárkóztató programok Tiszavasai külső Szentmihályi város részén című pályázat megvalósításával kapcsolatos. Ki az, aki ezt támogatja? 9-1 hangú igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta és támogatta. Folytatjuk tovább akkor a napirendi pontok tárgyalását. Következő napirendi pontunk előterjesztés Tiszavasai Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019 önkormányzati rendeletének módosításáról. Témafelelős Köblös Máté, szeretném kérdezni, van-e kiegészítés? Igen, köszönöm szépen, lenne egy kiegészítésem, ez kiküldésre is került. A Komplex Energetika Fejlesztése Tiszavasváriban projekt keretében megvalósuló beruházás egy része építési engedély köteles, és ezáltal a fordított áfa szabályait kell rá alkalmazni. Emiatt szükséges a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 23.353.056 forinttal csökkenteni, és ugyanezen összeggel a fizetendő áfa előirányzatát megnövelni. Ez a rendelet tervezett egyes paragrafusát annyiban érinteni, hogy a működési hiány ezzel az összeggel nő, így 26.371.790 forintra módosulna, míg a felhalmozási hiány ugyanezen összeggel csökken, és így 351.308.419 forintra módosulna, valamint a harmadik paragrafusban bejön még a 8.2-es melléklet, és ezt a kiegészítést a mellékleteken is át kell majd vezetni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretném kérdezni. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3-igen egyhangú szavazattal elfogadja a rendelettervezetet a témafelelős által tett kiegészítéssel együtt. Köszönöm. Szociális és Humán Bizottság elnökét kérdezem. Szociális és Humán Bizottság 4-igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a témafelelős által tett kiegészítéssel elfogadásra a képviselőtestületnek a rendelettervezetet. Köszönöm. Képviselők részéről kérdés, vélemény, más javaslat, ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a témafelelős által tett módosításokkal elfogadása rendelettervezetet. Ki az, aki elfogadja? 9 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra került. Második napirendi pontunk, előterjesztés a Kornisné Liptai Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ gazdálkodásának teljes körű pénzügyi átvilágításának elrendeléséről. Témafelelős Berbécsi Bolya, van-e kiegészítés? Hozzá nincs. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményét szeretném kérdezni. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3-igen egyhangú szavazattal javasolja a határozattervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Képviselőtestület részéről kérdés. Vélemény vagy más javaslat? Ha nincs, akkor csak röviden az előterjesztésben ugyan kiküldésre került és bemutatásra került, hogy mi is indokolja ennek az átvilágításnak az elrendelését. Tehát azért egy hosszú ideje húzódó folyamatról van szó, mert 2017 márciusában már érkeztek jelzések a különböző problémákkal kapcsolatosan, majd 2018-ban ez szintén folytatódott, és 2018 novemberében hívta fel az önkormányzat a figyelmét a Kornisné központ vezetőjét, hogy fordítson különös figyelmet a kötelezettségvállalások és egyéb szabályok betartására, és amennyiben ez nem valósul meg, akkor az önkormányzat szigorúbb szankciót alkalmazását fogja kezdeményezni. 2019 évben is továbbra is érkeztek hozzánk jelzések a kincstár részéről a Kornisné központ gazdálkodását illetően. Aztán a 2019. évi belső ellenőrzési terv alapján
történt egy ellenőrzés az intézménynél, ahol az a javaslat érkezett és fogalmazódott meg, és ez van itt a képviselőtestület előtt, hogy egy teljes körű átvilágítást 2017. január 1-jéig visszamenőleg 2019. június 30 közötti időszakra végezzenek el, valósuljon meg. Én azt gondolom, hogy az előzményekre való tekintettel erre szükség van, a bizottsági vélemények ezt támasztották alá, a képviselők, hogyha szeretnének még véleményt vagy kérdést megtenni, akkor szívesen hallgatom, ha nem, akkor javaslom a képviselőtestületnek elfogadásra a határozott tervezetet. Ki az, aki elfogadja? 9-1 hangú szavazattal a képviselőtestület elfogadta. Köszönöm szépen! Harmadik napirendi pontunk, vagyis következő előterjesztés, Tiszavasvár Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető magasabb vezető beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról. Témafelelős dr. Zombori Judit, van-e kiegészítés? Nincs. Véleményezte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3-1 hangú szavazattal javasolja a testületnek a határozott tervezet elfogadását. Köszönöm. A Szociális és Humán Bizottság véleményét szeretném kérdezni. Szociális és Humán Bizottság 4-1 szavazattal ellenszavazat nélkül javasolja a képviselőtestületnek a határozott tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Képviselőtestület részéről a kérdés. Vélemény. Más javaslat. Ha nincs, akkor két határozott tervezetünk van. Szeretném feltenni szavazásra az első határozott tervezetet, ki az, aki azzal egyetért. 9-1 hangú szavazattal a képviselőtestület elfogadta. Második határozott tervezetet ki támogatja. 9-1 hangú igen szavazattal elfogadásra került. Köszönöm. Következő napirendi pontunk előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvoda Intézmény 2018-2019-es nevelési év működéséről szóló beszámolóról, szakmai tevékenységéről, a 2019-2020-as nevelési év előkészületeiről. Témafelelős gazdagné dr. Tóth Marianna, nincs kiegészítés hozzá, véleményezte a Szociális és Humán Bizottság. A Szociális és Humán Bizottság 4-1 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja elfogadásra. Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. Tessék. Nekem inkább véleményem nem, mert még bizottsági ülésig is elmondtuk, hogy egy nagyon részletes szakmai beszámolót kaptunk, aminek nagyon örültünk, mert nagyon jó volt olvasni. Igen, mélyedenket betekintést az óvoda életébe. És szeretnénk megköszönni a munkátokat, a továbbiakhoz pedig kitartást és sikereket kívánunk. Köszönöm szépen. Más hozzászólás, más vélemény? Én, mint a szomszéd várnak a irányítója, és szeretném megköszönni, hogy ilyen kiválóan együtt tudunk működni az óvoda minden egyes tagintézményével. Ugye személyes múlt kapcsolatom van a vezetőasszonnyal, és hát ugye napi gondokat is megbeszéljük, amiből van bőven. Én azt látom, hogy sajnos az intézményrendszernek a műszaki állapota az, ami hagy maga után egy kis kívánivalót. Ugye itt elég régen nem történt semmi ezen a részen, úgyhogy most én azt ígérem, vagy kérjük, csináljuk, hogy ezt valahogy megpróbáljuk orvosolni. Téged pedig arra kérlek, hogy ha láttok pályázati forrás, vagy plusz pénzt szerezni, mert azt nem, tehát nem sokat láttam benne pályázati megvalósító, tehát amíg vannak MTP-s pályázatok, meg ilyesmi, ezeket hajtsátok fel, ha van kapacitás, akkor hajtsuk végre, mert ezek 1-2-3 millió azért jól jön eszközbeszerzésbe ide-oda az óvodának, a jövőben talán a jövőbeni vezetőnek ez mindenképpen legyen feladata. Köszönöm szépen. Hát az előttem szólók mindent elmondtak, én csak annyival
szeretném kiegészíteni, hogy lehetőségeinkhez mérten mi is, amiben lehet együttműködünk, támogatunk felújításokban, esetleg fejlesztésekben. Ugye most valósul meg egy energetikai fejlesztés, egy csoportszoba nyílászáró cseréje a Varázsszeruza óvodában. Pályázatot nyújtottunk be a műdő óvoda felújításának vonatkozásában, és én azt gondolom minden más egyébben, ami igény jelentkezik, azt hiszem most mosógép volt talán, ami fölmerült, favágás. Tehát azért azt gondolom a polgármesteri hivatal munkatársai és az önkormányzat intézményei dolgozói mindenben együttműködnek és segítenek a lehetőségekhez mérten. De én is azt tudom mondani, hogy figyeljük a pályázati lehetőséget mindenki, és a jó kapcsolatot, meg az együttműködést azt továbbra is tartsuk fenn. És köszönjük szépen a szakmai munkát minden tiszavasvári lakos nevében is. Van-e még hozzászólás? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a határozott tervezet elfogadását. 9 egyhangú igen szavazattal elfogadásra került. Következő napirendi pontunk előterjesztés a Magiszter Óvoda Általános Iskola Szakgimnázium Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2018-2019 tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról. Témafelelős gazdagné dr. Tóth Marianna, nincs kiegészítés, a bizottság, Szociális és Humán Bizottság tárgyalta. Szociális és Humán Bizottság 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozattervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Köszöntöm Kerekes Névé Évajrékű intézményvezető körünkben. Kérdés a képviselőtestület részéről van-e? Hozzászólás, vélemény? Ricsor. Lehet, hogy ismétlem magam, de mint a szomszéd vár vezetője. Itt is meg szeretném köszönni Erikáitak a korrekt és tényleg mindenek kiterjedő együttműködést, amit ugye a két intézmény Tiszavasvár érdekében megtesz, és ezt hangsúlyozom, hogy Tiszavasvár érdekében és a gyerekek érdekében. Remélem továbbra is így lesz, és megint csak ismételni kell magam, hogy a műszaki állapot ennek az intézményrendszernek igencsak, hát majdnem úgy siralmasnak nevezhető. Bízunk benne, hogy az új fenntartó szélesebb pályázati lehetőséggel tud élni, és akkor fel tudja újítani az intézményt. Mert ugye, amit az előző óvodánál mondtam, a különböző források, amelyek ugye különböző pályázatokból vannak, ez itt látszik, hogy ők rengeteget pályáztak, és ebből próbálták meg azt a kevés pénzt, amit az alapítvány tudott nyújtani a fejlesztésre és a gyerekeknek, azt pótolni. És itt azért egész szépen látszott, hogy milyen pályázatban vettetek részt, és ehhez még kitartást kívánunk az új rendszerben is. Köszönöm szépen. Más hozzászólás, vélemény? Ha nincs, akkor én is annyit mondanék, hogy köszönet. Parancsolj, tessék! Hogyne, természetesen. Tisztelt magánosztályú, tisztelt képviselőtestület! A beszámolónk kapcsán ragadom meg az alkalmat, hogy egy pár gondolatot megosztak itt önökkel. Intézményünk 10 éve van Tiszavasváriban, ami azt jelenti, hogy 10 év óta egy olyan fajta feladatot viszünk, ami a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek egy jobb életre való felkészítését jelenti. 10 év egy nagy idő, még egy ember életében is, de egy intézmény életében pedig főleg. 481 halmozottan hátrányos helyzetű gyerek jár az iskolánkba, és 181 halmozottan hátrányos helyzetű roma származású gyerek jár az óvodába. Amellett, hogy ez egy szociális hátrányt is jelent, hiszen nem mindenkinek sikerült kilépni a telepi környezetből, még mindig nagyon sokan telepről járnak az iskolába, és nagyon sokan mély szegénységből. A szociális hátrány mellett az intézményünkben járó gyerekek küzdenek egy nyelvi hátránnyal is, amit meg kell oldanunk. Én úgy gondolom, hogy itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem itt a képviselőtestületnek az eddigi támogatását. Köszönöm, aki szavazataival, figyelmével követte az intézménynek a munkáját. Úgy gondolom, hogy ha belenéztek a beszámolónkba, akkor láthatnánk azt, hogy a gyerekek nehéz helyzete ellenére is, országos szinten is igen-igen nagy eredményeket értünk el, akár táncban, akár művészetben, akár sportban, akár pedig irodalomban.
Én emellett mégis az eredményeket abban látom, abban is látom, hogy nem csak a versenyeredmények, hanem a mindennapi élet kapcsán is büszkék lehetünk arra, hogy milyen munkát végeznek az ott dolgozók, óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, asszisztensek és technikai dolgozók, akárki, aki bejön az óvodánkba, iskolánkba, azt láthatja, hogy ugyanolyan magas színvonalú foglalkozásokat, órákat tartunk, mint ma Magyarországon bármelyik iskolában. Én azt kérem a képviselőtestület tagjaitól, azt kérem önöktől, hogy igazából támogassák továbbra is ezt a munkánkat, a következő 10 évet, nem tudom ezt így megítélni, de támogassák ezt a munkát. Támogassák úgy, hogy kérem azt önöktől, hogy legyen önökben egy helikopter szemlélet, ami azt jelenti, hogy a Tiszavasvári fölé szállnak, akkor érezzék azt, hogy ez a kérdés, a mindennapi kis célok, amik nagyon fontosak Tiszavasváriban mellett, ez egy stratégiai kérdés. Egy stratégiai kérdés, amiben mi, mint alapítvány programként nagyon sok mindent meg tudunk tenni. Nagyon-nagyon hálás vagyok, még egyszer mondom a kollégáknak, akik nap mint nap bemennek, úgy, ahogy képviselő úr, alpolgármester úr az előbb jelezte, hogy olyan épületre, ami több mint 100 éves, olyan helyekre, ahol pár négyzetméteren 25-30 gyerek van, bemennek a tanárok olyan osztályokba, ahol több mint 10 vagy 10-20 gyerek is már nem gyerekként van számon tartva, hanem felnőtt férfiként, és mégis eredményeket tudnak elérni. Én azt kérem, hogy ez a támogatás maradjon meg, ez a figyelem maradjon meg, mert igénylik a kollégák. Nagyon jól estek ezek a szavak, amit most a polgármester úr elmondott, mert azt érzékeltem, hogy hiszen ma a pedagógus hiány van, ezt ugye mindenütt lehet hallani, és nagyon sok pedagógus él is az alkalommal, akár a tárgyi, akár a személyi összetétel miatt elmegy egy másik helyre, és többen azt mondták és úgy gondolták, hogy igazából a tágabb társadalom nem mindig értékeli azt a munkát, amit megtesznek, mert ebben benne van az is, amit sokan nem látnak, hogy igen, képesek vagyunk kiállni bármilyen versenyen. Képesek vagyunk elmenni bármilyen versenyre, de mögött sokszor az van, hogy maga a pedagógus viszi a cipőt, a harisnyát, vasalja a fehér éget, és ezeket sokszor nem látják azok, akik csak kívülről figyelnek bennünket. Én egyetlen egy mottót szeretnék elmondani, ami talán a mi küldetésünk is, és ennek jegyében kérem az önök további támogatását, megköszönve az eddigi támogatást és munkájukat. Mi használni akartunk, használni akarunk, és nem tündökölni. Köszönöm szépen! Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Hát én nem is tudom hirtelen, hogy mit mondjak, de felírtam itt magamnak egy gondolatot, és nem fogom szaporítani a szót, mert tényleg intézményvezető asszony mindent elmondott, amit tudni kell, és kell, hogy mögé lássunk, a mögé a munka, a mögé és eredmények mögé, amik előttünk vannak. Példaértékű az, amit végeznek és végeztek és végezni is fognak. Mi pedig mindent tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, és mindenben, amiben lehetséges, támogatni fogjuk az intézményt, az ott dolgozókat. Nem volt véletlen az a döntés, ami született, és amilyen irányba indultunk el most az iskolával kapcsolatban. Én azt gondolom, akkor megbeszéltük, hogy elérte a lehetőségei határát az akkori fenntartó, és tovább kell gondolkodni, még több esélyt, még több lehetőséget kell teremteni, hogy még jobban, még hatékonyabban, de legalább, ha nem is úgy, de legalább ezen a szinten ödjön tovább az intézmény is Tiszavasvári javát szolgálja. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény, más hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a határozott tervezet és a beszámoló elfogadását. 9-1 hangú igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta. Mi köszönjük. Következő napirendi pontunk előterjesztése az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói állásainak betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról. Témafelelős Krasznajéne dr. Csikós Magdolna, nincs kiegészítés, az előterjesztés, hogy a kiküldése került, pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményezte. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3-1-2 szavazattal javasolja a testületnek elfogadásra. Köszönöm. Határozott tervezetet. Szociális és Humán Bizottság véleményezte.
Szociális és Humán Bizottság szintén 4-1 hangú szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozattervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdés van a előterjesztéssel kapcsolatban. Vélemény, más javaslat? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek elfogadásra. A határozattervezetet 9-1 hangú szavazattal elfogadásra került. Következő napirendünk előterjesztése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2019. évi támogatási szerződések utólagos jóváhagyásáról. Témafelelősnek nincs kiegészítése, pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta, véleményét szeretném kérdezni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3-1 hangú szavazattal javasolja a testületnek a határozott tervezet elfogadását. Szociális és Humán Bizottságot. Szociális és Humán Bizottság 4-1 szavazattal javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény, más javaslat? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek elfogadásra. 9-1 hangú szavazattal elfogadásra került. Következő napirendi pontunk előterjesztés a gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződésről. Előterjesztés hétfő kiküldésre került, 2 határozott tervezetről fogunk dönteni. Témafelelősnek van-e kiegészítése? Nincs. Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretném kérdezni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3-1 hangú szavazattal javasolja a határozott tervezet elfogadását, mint a két részét. Köszönöm. Szociális és Humán Bizottság véleményét szeretném kérdezni. Szociális és Humán Bizottság mindkét határozattervezetet 4-1 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja elfogadásra. Köszönöm szépen. Kérdés van-e? Vélemény, más javaslat? Ha nincs, akkor feltenném szavazásra az első határozattervezetet. Ki az, aki ezt elfogadja? 9-1 hangú igen szavazattal elfogadásra került. Második határozattervezet, ki támogatja? 9 szavazattal, szintén 1 hangú szavazattal elfogadásra került. 9-es napirendi pontunk előterjesztés a Roycomet Kft.-vel kötött feladatellátási szerződésről. Témafelelős gazdagné dr. Tóth Marianna, nincs kiegészítés. Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretném kérdezni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta, és 3-1 hangú szavazattal javasolja a határozott tervezet elfogadását a testületnek. Köszönöm. Szociális és Humán Bizottság véleményét szeretném kérdezni. Szociális és Humán Bizottság szintén 4-1 szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozott tervezet elfogadását. Köszönöm. Kérdés, vélemény, más javaslat? Igen. Bizottsági ülésen felmerült, hogy körülbelül mikorra realizálódhat ez majd, hogy két felé válik ez a rendelés, és melyik rendelőt érinti? Hát helyiség szerint melyik rendelőt érinteni? Ez majd a működési engedély folyamata fogja meghatározni, tehát hogy a hatóságnak mikor adja meg a működési engedélyt, tehát gyakorlatilag októberről múlik majd, és akkor ennek megfelelően fog működni. Egyébként a szerződéseknek a hatályosulása is ehhez van kötve, a jóvel és működési engedélynek a megszerzéséhez. És akkor már egyből fog költözni a járó beteg szakrendelőből oda? Ha jóvá hagyják neki, igen. Igen, tehát az engedélyezés folyamán ott megnézik a helyszínt, és minden rendben van, akkor igen. Köszönöm szépen. Más kérdés? Vélemény, javaslat? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek elfogadásra határozott tervezetet. 9-1 hangú szavazattal elfogadásra kerül. Következő napirendi pontunk előterjesztés találkozások tere kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárásának eredményeiről és új eljárás lefolytatásáról. Itt kiküldésre került hétfőn a előterjesztés, 2 határozott tervezet van, és az első határozott tervezet esetében név szerinti szavazást fogunk végrehajtani. Témafelelős Gál Attila, van-e kiegészítés hozzá? Nincs kiegészítés? Nincs. Jó, pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményezte. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3-1 hangú szavazattal javasolja a határozat tervezet elfogadását mind a két résznek. Köszönöm. Képviselőtestület részéről kérdés, vélemény,
Nincs. Más javaslat? Ha nincs, akkor a név szerinti szavazás tekintetében. Én akkor olvasom a neveket. Vahmi Répási Ágnes. Igen. Balog Sándor. Igen. Császár József. Igen. Kovácsi Nagy Gyulika. Igen. Munkácsi Mihály. Igen. Rádul Zsolt. Igen. Sipos Ibolya. Igen. Szabó Krisztián. Igen. Szőke Zoltán. Igen. Köszönöm szépen. És akkor megkérdezem a képviselőtestületet a második határozat tervezetről, ki az, aki azt támogatja. 9-1 hang igen szavazattal a második határozat tervezet is elfogadásra került. Köszönöm. Következő napirendi pontunk előterjesztés a Tivaszol Nonprofit Kft. Általános cégvel átvilágításának eredménye, intézkedési tervének elfogadása napirendről szól. Előterjesztés szintén kiküldésre került. Gazdagné Tóth Marian témafelelőst kérdezem, hogy van-e kiegészítés hozzá? Nincs kiegészítés, pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményezte. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3 igen egyhangú szavazattal javasolja a határozattervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Képviselőtestület részéről van egy kérdés? Vélemény? Más javaslat? Ha nincs, csak néhány gondolat, megtörtént az átvilágítás, ugye részletes tájékoztatást kapott a képviselőtestület annak eredményéről. Van előttünk egy intézkedési terv, amit a jövőre nézve határidőkhöz kötve végre kell hajtani. Tanulságos az anyag, ami előttünk van, de ebből kiindulva kell a jövőt majd felépíteni a cégnél úgy, hogy pontosabban és hatékonyabban tudja működni az a nagy Kft., aminek most már megalakult. Én ennyit szeretném volna hozzáfűzni, ha esetleg van még más vélemény vagy hozzászólás, azt hallgatom, hallgatjuk. Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? 9-1 hangú igen szavazattal a képviselőtestület határozott tervezetet elfogadta. 14-es napirendi pont előterjesztés a Tivaszol Nonprofit Kft. Köztemetőben végzett 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. Témafelelős gazdagné dr. Tóth Marian, nincs kiegészítés. Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményezte, szeretném kérdezni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal javasolja a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény, más javaslat? Ha nincs, akkor javaslom elfogadásra, hogy a pozitív eredményről, működés eredményről, mint ahogy itt az előterjesztésben láthatjuk, lévő pénzösszeget az új urnák, parcella kialakítása, ravatalozó épületének a felújítására és tisztasági festésekre is fordítsuk majd. Úgyhogy én ezt egy jó gondolatnak tartom, és szükségesnek mindenféleképpen. Más vélemény, javaslat vagy hozzászólás? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. 9-1 hangú szavazattal elfogadásra került. Következő napirendi pontunk előterjesztés a Tivaszol Nonprofit Kft. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatellátási szerződés keretében végzett 2018. évi tevékenységről. Témafelelős gazdagné dr. Tóth Marian, nincs kiegészítés. Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményezte. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal javasolja a testületnek elfogadásnak. Köszönöm szépen. Szociális és Humán Bizottság véleményét szeretném kérdezni. Szociális és Humán Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozattervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban van-e? Vélemény, más javaslat? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a határozattervezet elfogadását. 9-1 hangú igen szavazattal elfogadásra került.
Következő napirendünk előterjesztés a Tibaszol Non-Profit Kft-vel a Tiszavasvári Városházatér 4 szám alatti irodák használatára kötött használati szerződés módosításáról. Témafelelős Gulyásné Gálon után nincs kiegészítés, pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretném kérdezni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3-1 hangú szavazattal javasolja a testületnek a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdés van-e? Vélemény más javaslat? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek elfogadása. 9-1 hangú igen szavazattal elfogadásra került a határozat tervezet. Következő napirendi pontunk előterjesztés a Tiszavasvári szorgalmatos szennyvíz közmű tulajdonközösség megszüntetéséről és a Nemzeti Adó és Vámhivatal előtti képviseletről. Témafelelős Pallgó Tamás, nincs kiegészítés, előterjesztés kiküldésre került, pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményezte. Igen, a pénzügyi és ügyrendi bizottság 3-1 hangú szavazattal javasolja szintén a határozat tervezetet. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény, más javaslat? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. 9-1 hangú igen szavazattal elfogadásra került. 18-as napirendi pont előterjesztés a járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapítás módosításáról. Témafelelősnek nincs kiegészítése, pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretném kérdezni. A bizottság itt is 3-1 hangú szavazattal javasolja elfogadni a határozott tervezetet. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény. Más javaslat. Ha nincs, akkor javaslom a testületnek elfogadása a határozott tervezetet. 9-1 hangú szavazattal szintén elfogadásra került. 19-es napirendi pont előterjesztés a közterületek elnevezésére irányuló törvényességi felhívásról. Témafelelősnek kiegészítése. Igen, lenne kiegészítésem. A határozattervezet mellékletét képező kormányhivatalnak írt levélben még az szerepel, hogy a mostani testületülést követő rendkívüli pénzügyi bizottság fog javaslatot tenni az érintett két utca elnevezésére vonatkozóan. Azonban ez a keddi pénzügyi bizottság rendesülésén megtörtént, úgyhogy a levél majd ennek megfelelően kerül pontosításra. És tájékoztatásul szeretném még elmondani, hogy a Schönherz Zoltán utca új nevére vonatkozóan a Redela József utca elnevezés javaslat született, míg a Kunfi Zsigmond utca új neve pedig a Kazinczy Ferenc utca lenne. Természetesen ezt a két javaslatot a Vasvári Hírmondóban önkormányzat honlapján 30 napra közzé kell tennünk a jogszabályi elírások alapján. Érkezhetnek még a lakosság részéről erre vonatkozóan javaslatok, és azok megvizsgálását követően kerül ismételten majd a képviselőtestület elé. Tehát ez egy hosszabb folyamat, most a pénzügyi bizottság megtette az első lépést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban, van-e vélemény, más javaslat? Hát kötelességünknek kell eleget tenni, tehát felhívással jött a kormányhivatal, úgyhogy a két utca vonatkozásában döntést kell majd hozni. Természetesen úgy, ahogy a témafelelős elmondta, megfelelő véleményezési vagy javaslattételi határidők betartásával az utcanevekre vonatkozóan majd a későbbiekben fog döntést hozni a képviselőtestület. Igen, tehát nem végleges. Ez nem végleges javaslat, és a megfelelő határidők letelte után, javaslattétel lehetőségek után majd a képviselőtestület dönt. Jó, más kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a határozott tervezet elfogadását. Az, aki ezzel egyetért, 9-1 hangon igen szavazattal elfogadásra került. Következő napirendi pontunk előterjesztés a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2019. évi első félévi munkájáról szóló beszámolóról, és kettő határozott tervezetünk lesz, és kiküldésre is kerültek az anyagok. Témafelelőst kérdezem, van-e kiegészítés hozzá? Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretném kérdezni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság mind a kettőt 3-1 hangú szavazattal javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönöm szépen. Szociális és humán bizottság is véleményezte.
Szociális és Humán Bizottság mindkét határozat tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja elfogadásra. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban van-e? Nekem lenne annyi, hogy Sipos Ibrea képviselőtársam, mert ugye benne vagyunk ebbe az értéktárba, és így nagyon mozgás itt a személyek miatt, és ugye mi is most szembesültünk azzal a ténnyel, hogy itt azért egy kis mulasztás történt mondjuk a régi jegyzőnk, az Aleván és Hiter Éva részéről, aki több anyagot, amit mi megtárgyaltunk, elkészítettünk, nem továbbította a önkormányzat felé, és ezáltal sem az érintettek, akik ugye benne vannak az értéktárba, hogy bekerültek, sem pedig a honlapunk ezt nem tudta nyilvánosságra hozni. Sajnáljuk, és ott a bizottságban meg is beszéltük, hogy minden megteszünk azért, hogy az állítólag elveszett anyagok, amit ő a gépéről letörölt, valahogy előkerüljenek, és tudjuk pótolni ezt, úgyhogy a bizottságnak most lesz egy kis munkája ezzel kapcsolatban, hogy ezt megtegyük. Azért én tényleg mélységesen fel vagyok háborúban, hogy ilyet csinálhat valaki, még hogyha rossz ízzel hagyta is itt a Tiszavasvári önkormányzattal a munkáját. Elég szeretem volna. Köszönöm szépen. Más hozzászólás, vélemény, javaslat, ha nincs. Akkor ugye javaslat érkezett a települési értéktárba a második határozat tervezetben Szabóné Balázs Beáta személyére. Majd róla fogunk dönteni, ugyanis Benyusz Marcell beadta lemondását. Van-e képviselőtestületnek hozzászólása, véleménye, más javaslata? Ha nincs, akkor az első határozott tervezetet tenném fel szavazásra, ki az, aki azzal egyetért. 9-1 hangú igen szavazattal a határozott tervezet elfogadásra került. A második határozott tervezet pedig az új tag megválasztásáról szólna. Szabóné Balázs Beáta, ki az, aki támogatja? 9-1 hangú igen szavazattal a képviselőtestület támogatta és elfogadta. Következő napirendi pontunk tájékoztató a polgármester 2019. évi szabadság igénybevételéről. Témafelelősnek nincs kiegészítése. Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményezte. A bizottság 3-1 hangú szavazattal támogatja a határozott tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény, más javaslat? Ha nincs, akkor javaslom elfogadásra a határozott tervezetet a képviselőtestületnek. 9-1 hangú szavazattal elfogadásra került. És akkor egyebekkel folytatnánk tovább. Egyebek 1-es előterjesztés komplex energetikai fejlesztések Tiszavasvárban című pályázat közbeszerzési eljárásának eredményéről. 3 határozattervezetről fogunk majd dönteni. Témafelelős Petruskáig ott van legezetőben. Nincs kiegészítés. Bizottság, pénzügyi és ügyrendi bizottság, bocsánat. Igen, tárgyalta a pénzügyi és ügyrendi bizottság, 3-1 hangú szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Mind a három. Mind a három. Köszönöm szépen. Pályázom. Név szerintek lesznek? Köszönöm. Jó. Akkor név szerinti szavazással. Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor... Akkor mind 3 határozattervezettel kapcsolatban majd külön-külön olvassam a neveket. Akkor az első határozattervezetre Bakmir Épási Ágnes, Balogh Sándor, Császári József, Kovácsné Nagy Éva, Munkácsi Mihály, Rádó Zsolt, Sipos Ibolya, Szabó Krisztián, Szőke Zoltán. Második határozattervezet Bakmir Épási Ágnes, Balogh Sándor, Császári József, Kovácsné Nagy Éva, Munkácsi Mihály, Rádió Zsolt, Sipos Ibolya, Szabó Krisztián, Szőke Zoltán, és akkor a harmadik határozattervezet Bakmir Épási Ágnes, Balogh Sándor, Császár József, Kovácsné Nagy Julika, Munkácsi Mihály, Rádió Zsolt, Sipos Ibolya, Szabó Krisztián, Szőke Zoltán. Igen. Köszönöm. Egyebek
Kettes napirendi pontunk előterjesztés komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban megnevezési pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződések módosításáról szól, két határozott tervezetről fogunk dönteni. Témafelelősnek van-e kiegészítése? Nincs. Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményezte. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3-1 hangú szavazattal javasolja mindkét határozat tervezet elfogadását a testületnek. Köszönöm szépen. Képviselőtestület részéről kérdés, vélemény, más javaslat. Ha nincs, akkor ki az, aki az első határozat tervezetet elfogadja? 9-1 hangú igen szavazattal elfogadásra került. Második határozat tervezetünket ki támogatja? Szintén 9-1 hangú igen szavazattal elfogadásra került. Következő napirendi pontunk előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóról. Témafelelős Ostorházi dr. Kóri Zsuzsanna. Nincs kiegészítés. És bizottságok nem véleményezték. Nem tárgyalták, igaz? Köszönöm. Jó, igen. Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. Igen. Finom megfogalmazásban szeretném feltenni a kérdést, hogy mikor lesz a címnyilvántartás véglegesen rendezett? Tehát úgy értem, hogy meg lehet-e találni házszámokat, mert a legutóbbi humánbizottság bejáráson nem találtunk egy házszámot, ott kóvályogtunk, és ez már egy nagyon időt probléma, én azt gondolom, és én nem látom, hogy mikor lesz már vége, amikor mindenkit található lesz. Annyira időt probléma, hogy első körben ezt több évvel ezelőtt kellett volna megcsinálni az építési osztálynak, amire nem került sor, majd 2 évig vártunk ismételten, és mikor most beindult a munka tavaly óta, én azt gondolom, nagyon jó eredményeket értünk el, főleg úgy, hogy ugye több választásunk van, és a választás kitűzésétől a választásnak a napjaig nem lehet ezeket a címeket módosítani, tehát nem tudjuk olyan szinten végezni a munkát, ahogy szeretnénk, és az ugye ebben az évben kétszer is ugye most is felfüggesztésre kerül, majd most az időközi választás miatt is, és aztán később a helyi választások miatt is. Tehát én már úgy terveztem tavaly évben is, hogy már akkor decemberre megleszünk vele, de hát ugye az élet meg ezek a választások fölírnak minket. Most már úgy fogunk, amikor majd a választások meg lesznek, tovább haladni, hogy heti szinten fogom várni azt, hogy osszunk be minél több utcát és tudjunk vele haladni. De az is igaz, hogy például egy társasház esetében nem csak rajtunk álló folyamatról van szó, hanem akár a társasház közgyűlésének a tevékenységéről is. És ezért nem nagyon tudom megsakszolni, hogy mikor lesz a vége. Azt tudom mondani, hogy folyamatosan haladunk, amikor tudunk haladni, és arra lehetőséget is teremtenek a körülmények. Köszönöm szépen. Más kérdés, vélemény, javaslat? Hát ha nincs, akkor én csak köszönetemet szeretném kifejezni a polgármesteri hivatal minden dolgozójának, mert aki az előterjesztést és a beszámolót végigolvasta, az láthatja, hogy nem egy egyszerű munkáról, nem egy egyszerű feladatról van szó, és nagyon-nagyon kiterjedt odafigyelést és munkát igényel. És azon túlmenően ugye az előterjesztés végén azért olvasható, hogy állomány tekintetében komoly gondokkal, problémákkal küzd a hivatal, hiszen amit mi is jeleztünk már, és nem csak mi, hanem más önkormányzatok is, bérezés vonatkozásában azért nem túl rózsás a helyzet. És azok az emberek, akik ide jönnek, felelősséget vállalnak, komoly munkát végeznek, sajnos nincsenek túlfizetve. És akik pedig alkalmasak lehetnének a feladatra, azok jelen pillanatban a munkaerőpiac más területein keresnek lehetőséget, de ennek ellenére a jelenlegi hivatal az maximálisan ellátja a feladatát. Itt azért mi képviselők is, de a város minden lakója megtapasztalja, hogy a határidők betartása, az ügyek intézése azért maximális odafigyeléssel történik,
Itt is a mai napunk egy hát rendes testületi ülés, de ilyen 30-as nagyságrendben tárgyaljuk a napirendi pontokat, és ezeknek az előkészítése sem egy egyszerű feladat. Itt hála jó égnek meg sok minden másnak nyerjük a pályázatokat, ezek a pályázatok is komoly kihívásokkal bírnak, ezeknek az előkészítése is szinte hiba nélküli munkát igényel a mindennapi feladatok mellett. Úgyhogy én jó magam, de mondhatom szerintem a képviselőtestület minden nevében, mindenki nevében és a tisztavasai lakosság nevében is köszönetemet szeretném kifejezni a hivatal munkatársainak, és lehetőség szerint megpróbáljuk kapcsolatainkat és mindent felhasználni, és mindent megpróbálni annak vonatkozásában, annak tekintetében, hogy a önkormányzatoknál dolgozók bérezése, bérének rendezése, elismerése a jövőben, és mi hamarabb rendeződjön. És addig én kitartást kívánok mindenkinek, és köszönöm az áldozatos munkáját minden hivatali dolgozónak, aki Tiszavasváriért ténykedik nap, mint nap. Köszönöm szépen. Más hozzászólás, vélemény? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a beszámoló elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? 9 egyhangú igen szavazattal elfogadásra került. Következő napirendi pontunk, előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadása népkonya szolgáltatás megvalósítása céljából. Előterjesztés a szerdán kiküldésre került, bizottságok nem tárgyalták, témafelelős Petruskáné dr. Legez a tímel, van a kiegészítés hozzá. Annyiba kiegészíteném meg is, hogy az értékesítés eredménye az megszületett, 24.091.397 forint a felértékelésnek a végeredménye, és ennek ismeretében ugye a versenyeztetés nem szükséges. Köszönöm szépen a kiegészítést. Képviselőtestület részéről kérdés, vélemény, más javaslat. Ez az ingatlan ez régóta kihasználatlanul áll. A télen küzdöttünk ugye egy csőtöréssel, fűtés problémával, minden mással. Most valamilyen formában hasznosításra kerülhet. Állagmegóvás szempontjából mindenféleképpen fontos, de a bérlő vagy a bérbevevő figyelmet fog arra fordítani, hogy a karbantartási kötelezettségének eleget tegyen, és azokat a felújítási vagy fejlesztési munkákat megtegye, amivel az ingatlant, az épületet használhatóbbá, lakhatóbbá teszi. Természetesen ezt a bérleti díj fejében fogja használni, és minden más átalakításra vagy fejlesztésre ugye egyeztetni szükséges részéről az önkormányzattal. Ezt tájékoztatásképpen szerettem volna elmondani. Ha van kérdés, akkor hallgatom. Ha nincs más vélemény, javaslat, ha sincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek elfogadásra a határozott tervezetet. 9 egyhangú igen szavazattal elfogadásra került. Következő napirend, előterjesztés az illegális hulladéklerakók felszámolása Tiszavasváriban című pályázat vállalkozási szerződéseiről. Témafelelős Gál Attila, van-e kiegészítés? Köszönöm szépen, Pogás, csak egy pár mondatot szeretnék, mert még tegnap került kiküldésre az előterjesztés. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közel 3 millió forinttal támogatta idén januárban benyújtott pályázatunkat, amely a település 6 akkoriban felmért részéről biztosítaná az illegális közterületeken meglévő hulladékok összegyűjtését és elszállítását. Ez összesen 31 darab 5 köbméter űrtartalmú konténer megtöltése válik lehetővé. Igyekeztünk ezeket a területeket úgy összevágatni, hogy a legveszélyeztetettebb, ugyanakkor a település több pontját is lefedő rész mentesüljön a hulladékoktól. A pályázat jellegéből adódóan először a kezelésre kértünk ajánlatot, mert a kezelés és a szállítás elválik egymástól, és erre a Hajdú Böszörményi székhelyű Nonprofit Kft. Adta a legkedvezőbb ajánlatot, majd a szállítás helyének a ismeretében kértük magának a hulladék elszállítására szintén ajánlatokat, amit a helyi egyéni vállalkozó nyújtott be a legelőnyösebb ajánlatot, amire a benyújtott ajánlatokban a forrást, a pályázat 100%-os támogatása az biztosítja. A minisztérium a támogatókeratot elkészítette és kiküldte számukra, és jelenleg most már a számlánkra is utalta ezt az összeget, amiből a
beruházás megvalósulhat. Reményeink szerint a nyár folyamán ez meg is kezdődik, majd a munka is jelentős mértékű hulladéktól mentesül majd a település. Köszönöm szépen, amit szerettem volna. Köszönöm szépen. Szerintem mindannyian abba bízunk, hogy minden hamarabb elkezdődik ezeknek a lerakóknak a felszámolása, és hát utána odafigyeléssel és komoly küzdelemmel hátva, vagy bízunk benne, hogy nem fognak ezek pótlásra kerülni, de minden esetre a szerződések megkötése után, ha ez a 31 konténernyi illegális hulladék eltűnik a városból, már akkor jól és jobban vagyunk. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor javaslom elfogadásra a képviselőtestületnek a határozat tervezetet. 9-1 hangú igen szavazattal elfogadásra került. Egyebek napirendi pont következő előterjesztés a Zöld Városközpont kialakítása Tiszavasvájgon című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról. Hát a határozat tervezet az testületülés előtt került kiosztásra. Témafelelős vagy jegyzőasszony. Igen, röviden ismertetem. Röviden szeretném. Igen. Tisztelt képviselőtestület, tehát ebben az anyagban ugye a Zöldváros projektmenedzsmentjének a elvégzésére teszünk javaslatot. Ennek az az indoka, amit már most a mai nap is többször hallhatott a testület, hogy egyre több nyertes pályázatunk van, és igazából teljes munkakörben egy darab pályázat írunk, és ez a projekt is lehetőséget teremt arra, hogy külső projektmenedzsmenttel dolgozzunk, és ennek a lehetősége pedig a közbeszerzési törvényben az, hogyha 100%-os önkormányzati tulajdonú céggel végeztetjük el a feladatot, és akkor ő külső szakértőt vonhat be, és gyakorlatilag erre született a határozat tervezet, hogy árajánlatokat kérünk 100%-os önkormányzati tulajdonú cégektől, és aki az összességében legelőnyösebb ajánlatot teszi, azzal a megbízási szerződést kössünk. És ezáltal így végződne a projektmenedzsmenti feladat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Kérdés van az előterjesztéssel kapcsolatban? Más vélemény, javaslat? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönöm, 9-1 hangú igen szavazattal elfogadásra került. Napirendi pontjaink között az egyebekben felvett napirendek között a végéhez értünk. Képviselőtestület részéről van-e közérdekű bejelentés, kérés? Tessék, Lakner Évánsnyelvés. Minden igaz, akkor értesüléseim szerint az önkormányzathoz már érkezett bejelentés lakostól, hogy a Kisfaludi úton a vízelvezetőknek a széle az nem teljesen megfelelő, és nem az árokba vezeti le a vizet, hanem nagyobb esőzéseknél bevezeti a házak tövére. Hogy kérném, hogy ezt minél hamarabb, ha lehetne, akkor nézzék már meg a közmunkások és javítsák ki. Köszönöm. Jó, meg fogjuk nézni, és akkor adott útszakasz. Kisfaludi út melyik szakasz? Eleje. Elején. Jó. Köszönjük, megnézzük, és akkor írásban fogunk rá válaszolni. Más? Annyit szeretnék még, hogy vizsgáljuk meg ennek a háznak a túloldalát, ami itt van a kifőzdével szemben, mert ott elég sok önkormányzati lakás van igaz, és nagyon el vannak anyagolva korlátok, életveszélyesek azok a már hullott le onnan faszerkezet, ilyesmi, és ha valakire ráesik, vagy ott a korlátok, amik ott vannak, azok teljesen rá vannak rohadva. Itt a takarék. Igen, hogy vizsgáljuk már felül ezt. Jó, is. Jó, mert... Kossuth, bocsánat, Kossuth, az már Kossuth, igen, Kossuth, 1-3. Jó, Kossuth út 1-3. Igen. Tiszavasvári is kihívásokkal küzd, Tiszavasvári épülete is kihívásokkal küzdenek, meg útja is, és ugye ezek a gondok, problémák is abból adódnak, hát hogy évek óta, vagy éveken keresztül nem gondozta, vagy nem fordított kellő figyelmet rá senki, ugye itt a honvédelmi, vagy honvédségi lakásokkal is hasonló a helyzet, és ezekből igen előbb-utóbb probléma, tehát meg fogjuk vizsgálni ennek a lehetőségét is, és akkor írásban adunk majd tájékoztatást. Jó. Más bejelentés, kérdés, kérés, ha nincs, akkor zárt üléssel folytatnánk tovább. Köszönöm szépen!